Szeretettel köszöntöm az ige hirdető mai adásának nézőit, és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Dohl Géza atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amely szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon örülök először is, hogy Géza atya el tudott jönni hozzánk, hiszen pár hónappal ezelőtt már hívtam, de akkor nem volt úgy az egészsége, hogy el tudott volna jönni ide a stúdióba, úgyhogy most már meg is kérdezem, hogyha lehet ilyet, hogy hogy van mostanában az utóbbi hetekben, hónapokban és akár most. Hozzá voltam szokva az, hogy évtizedeken át a tetteimmel fejeztem ki, vagy fejeződött ki az Isten iránti szeretetem, vagy hozzászoktam ahhoz, hogy teszek valamit, mindig valamit, vagy ezt, vagy azt, vagy amazt tettem. És döbbenetes volt, tavaly novemberben, 20-ára virradó napon, előző este lefeküdtem, és reggel nem tudtam fölkelni az ágyból. Egy elég csúnya gerincsérv sújtott le, és hát egy több hónapon keresztül lassan lábadoztam, és hosszú, kitartó gyakorlatokkal jöttem ki a betegségből, úgyhogy most már tudok újból járni. És viszont egyet, mintha azt mondta volna az Isten, hogy állj meg. És egy kicsit rögtön azt éreztem, hogy egy új szakasz kezdődik. Amikor nem a cselekvés, nem a tettek, hanem valami más indul el, és az Istennel való kapcsolatomat másképpen kell megtanulnom megragadni. Azért ez egy különleges dolog, hiszen ebben az évben ünnepelte a pappá szentelésének 50. évfordulóját, tehát egy fél évszázad papság után, ha ilyet mond az Isten, hogy akkor most új fejezet kezdődik. Biztos, hogy nagy ajándék. Ez így van. Hát több helyen aranymiséztem, és ez is egy különlegesen szép dolog, mert az ember azt gondolná, hogy hát nem akarom magamat ünnepeltetni, nem én vagyok annyira fontos ebben az egész történetben. Viszont nagy élmény volt, hogy ott, ahol 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt lelkipásztorkodtam, mi lett abból? És ráadásul ilyenkor az emberek, amikor újra találkoznak az akkori káplánnal, vagy a most már aranymiséssel, akkor vallomások születnek, hogy mit jelentett neki az, amit akkor, nem tudom, ott az ifjúságiban csináltunk annak idején. És egy kicsit azt látja az ember, hogy olyan dolgoknak is van értelme, aminek akkor talán nem látta, csak a vonákját látta. A színét azt 50 év távlatából látja meg, azt pillantja meg az ember. 50 évvel ezelőtt azért nem volt könnyű a helyzet, a körülmények, hiszen azért aki a 60-as évek végén elhatározta, hogy papnak áll, azért az nem egy olyan támogatott dolog volt. Hogy volt az Géza atyánál? Elég sok sebet kaptam az általános iskolás korban, már a hitemet illetően. Ministráltam, matekórán valamiről azt mondtam, hogy azt hittem, hogy itt tudták, hogy minisztrálok, tudták, hogy hittara járok, és itt nem hinni kell, itt tudni kell, és hát igyekeztek lenevelni, és megszégyenítettek többször a hitem miatt. És érdekes volt, a piaristákhoz kerültem, és hát Lukács tanárról nevét biztos a kedves nézők közül is sokan ismerik, nem régen temettük el. Körülötte kialakult egy csoport, ahol hát olyan kamaszokként, 16-18 éves kamaszokként minden kérdést föl lehetett vetni. Óriási beszélgetések voltak ott, úgyhogy éjfél után jöttünk el tőle. És ezekre a kérdésekre, amelyeket fölvetett nekem az általános iskola pedagógiája, idézőjelben, az arra mind választ kaptam. És nagy élmény volt számomra, hogy van válasz a föltett kérdésekre. És ha szabad így mondani, meggyógyult a hitem. És azt éreztem, hogy
én ezt szeretném csinálni papként, tehát erre éreztem egy ilyen hívást, hogy a fiataloknak segítsek abban, hogy a hitüket meg tudják védeni. Tehát, hogy a hitük egészséges maradjon a sok támadás ellenére. Hát ugye a kommunista időkben, hát lehet, hogy most újból el kell mondani, hogy lehet érezni, hogy az iskolákban, meg egyáltalán a médiában mindenütt a csapból is az folyt, hogy a hit az a tudománnyal szemben áll, hogy tehát egy ilyen kisebb rendűségi érzést alakítottak ki abban, aki próbálta a hitét követni. És akkor így ezután egyenes út vezetett a papi pályához? Hát ez, ha így 17, lehet fogalmazni azért igen, egy 18 igen. éves fiatalembernél. De korábban is eszembe jutott, de mondjuk ez volt az, ami a döntő lépést megadta. A családi háttér milyen volt ehhez? Támogatta ezt a döntést? Hát az vallásos nevelést kaptam otthon a családban. Édesanyám mélyen vallásos volt, és a piaristáknál, Kecskeméten a piaristákhoz jártam, a piaristáknál ott, hogy is mondjam, az ébredező értelmem számára is megkaptam a válaszokat. Tehát a hitem az értelmet is nyert, tehát nem csak érzés, nem csak az Istenhez való kapcsolódás volt, hanem meg lett alapozva értelmileg a piaristáknál. A családom az vallásos volt, hálás vagyok a szüleimnek, inkább édesanyám volt az, aki vallásos volt. Édesapám is a maga módján, bár ő nem gyakorolta. Két testvérem van, és a két testvéremmel együtt Kiskörösen születtem, 10 éves koromig ott nevelkedtünk, emlékszem, hogy minden miséről a Petőfi házon keresztül mentünk haza, tehát a Petőfi házon minden vasárnap meglátogattuk a gyerekek. Húgom nem akarta elhinni, hogy én harangozok, minisztráltam, és azért visszamentem a templomba, hogy délbe én is harangozhassak. 10 éves korom alatt volt ez. És akkor Kecskemétről egyenes út vezetett a szemináriumba, ami pedig... Egerben volt. Elég tudatosan készültem. Tehát a teológiát azt úgy tanultam, hogy nekem tudnom kell majd ebből, amit itt megtanulok, amit itt megismerek, ebből tudnom kell majd a fiatalok számára adni, és ilyen tudatos tanulás volt bennem mind az 5 éven keresztül. Mikor volt ugye a papszentelés 74-ben, utána mi lett az első állomás helye? Tápiószecső. Uh-huh. Ott, hát ez volt az első érdekes, ezen a vidéken voltam Tápiószecső, utána, hát nem kerültem Csongrádra, de azért utána visszakerültem Dányra, Valkóra. Váci egyház megy, akkor még teljesen máshogy nézett ki, igen, mint manapság, igaz? Igen, azt szokták mondani, hogy a Váci Trianon előtt volt még, tehát Csongrád még ide tartozott. De és hogy sikerült a fiatalokkal foglalkozni? Tehát, hogy ez volt ugye a fiatal papként az álma, hogy a fiatalokkal, de azért a 70-es években csak így a fiatalokkal nem lehetett foglalkozni, vagy mennyire tűrte meg a... adott településen a rendszeret. Tudni kell, hát most már látjuk, mert belelátunk 3x3-as aktákba, hogy voltak megbízottak a képviselőtestületekben. És én emlékszem arcokra, nevekre, akik ellenezték azt, hogy az én szobámba bárkit fogadok. És hát volt, amikor meg azt kellett mondani, hogy bocsánat, szabad magyar állampolgár vagyok, hozzám az jön, akit beengedek, tehát aki, én mondom meg, hogy hozzám kijön. És hát mindenütt tudták, tudom, hogy számon tartották, de akkoriban már nem, tehát ez 74 után van, akkoriban már nem volt bebörtönzés vagy ilyesmi, hát hátrányok voltak, akadályozták. Néha azt is tudtam, hogy honnan figyelnek meg, pártházból ráláttak a plébániára, és onnan figyelték. Később aztán volt úgy, hogy jelentkezett valaki, hogy ő volt a megfigyelő. Ezt kellett csinálnia, ő legalábbis úgy érezte, hogy ezt kell csinálnia, de nem meggyőződésből, hanem valamivel valószínűleg fogták. De hát csináltunk mindent. Kirándultunk, lelki gyakorlatok voltak, rendszeresen összejöttünk. Hát eléggé ilyen lólépésbe
küldtek mindig tovább. Ha valahol összejöttek a fiatalok, akkor egy-két éven belül tovább kerültem, vagy harmadik évben többnyire. De így legalább minél több helyen lehetett ezt így elkezdeni, van. Igaz? Azért ez volt a jó, hogy mindig ellenkezőjére sült el, mint amit ők akartak. Hát így van. Isten szeretőknek egyébként is minden javukra válik, de most érdekes visszakerülni az aranymisésként azokra a helyekre, ahol fiatal káplánként az ember a fiatalokkal, látni ezeket a fiatalokat nagymama, nagypapaként, és elmesélik azt, hogy mi mindent jelentett az, amit akkor csináltunk. De azért akkoriban ezt gondolom nem volt ilyen könnyű megélni, hogy azért menni kell. Bennem volt egy ilyen, nem is tudom, lehet, hogy fenegyerekesség, hogy valahol élveztem is. Tehát tudtam, hogy figyelnek, de hát mit tudnak csinálni velem. És nem davke csináltam, mert nyilván Krisztusért teszi az ember, és az emberek hitért teszi azt, amit tesz, de nem nagyon zavar, tehát nem nagyon foglalkoztunk velük. És akkor itt ez a sok lelkipásztori hely után, pont azt számolgattam, hogy elérkezett az ezüst mise 99-ben, és akkor így az adatok szerint akkor egy nagy pasztorális tevékenységváltás következett be az életében. Most ilyen szépen körülírtam, de hogy onnantól igazából egy teljesen más terület felé került, hogy ez hogy jött egyébként? Nem, és egyáltalán mi is ez? Nem teljesen más. Uh-huh. Mindig Valkon voltam, 10-12 éve voltam már akkor Valkon, és mindig is éreztem, hogy a jelenlévő 25-30% cigányság felé lépni kell. Jó kapcsolatban voltunk addig is, meghívtak keresztelőkre, temetésekre, még a halotti torba is meghívtak, tehát jó kapcsolat volt, csak nem volt rendezett, szervezett lelkipásztorkodás velük. És egy alkalommal mondták, hogy szeretnének elmenni zarándokolni. Ez egy olyan idő volt, amikor nem is tudom, bennem fölébredt az igény, hogy jobban, többet kellene tenni. És mondtam, jó, szervezzék meg. Éppen volt egy pályázat, abból tudtam fordítani rá, tehát még meg is tudtuk támogatni, és egy busszal elmentünk. Viszont azt mondtam, hogy jó, 3 hónap múlva megyünk, addig viszont 2 hetenként találkozunk, fölkészülünk a szent helyet megismerjük, imádságokat, énekeket tanulunk. Aztán volt benne egy kis hittanszerűség is, felnőtt hittan. Aztán a szent oltárra emelt Boldog Szeferino életével megismerkedtünk. A zarándoklat után pedig megnéztük a videót, ami készült, és így folytatódott tovább, egy felnőtt hittancsoport jött létre. Azok közül elkezdtek néhányan templomba járni, szentségeket, egy katekumenátus indult el, szentségeket vettek föl, bekapcsolódtak az egyházközség, az ottani egyházközség életébe. És hát így indult el. Aztán 2000-ben a keresztes püspök úrral, keresztes püspök úr szervezett a püspöki kar részéről egy jubileumi találkozóra Rómába egy utat, és erre jelentkeztünk 2 házaspárral. És hát pechemre a Feri oda ment a püspök úrhoz, és hát beszélt vele, vagy hát pechemre, idézi el ezt a pechemre, de a püspök úrnak tetszett, hogy egy cigány ember mennyire érdeklődik, és mennyire komolyan veszi, sőt az is kiderült, hogy szentségekhez járult, és rendszeresen jár templomba. És akkoriban volt, 2004-ben volt a világtalálkozó, a cigánypasztorációs világtalálkozó Budapesten. És hát engem jelölt meg, mint a püspökkikar cigánypasztorációs referense. Ezt a Ferinek köszönhetem, idézőben köszönhetem, mert hát ő jó benyomást tett a püspök úrra. És hát utána folytatódott ez a cigánypasztorációs országos felelősség, egyházmegyei felelősség, aztán önállósult a cigánypasztoráció. Hadd mondjam el, hogy van egy olyan összetevője is az indulásnak, hogy
a Valkói Karitász csoporttal karácsonykor készítettünk ilyen segélycsomagokat, ilyen karácsonyi csomagokat rászoruló családoknak. És hát nyilván voltak közöttük cigány ember, cigány családok is. És hát kiosztottuk, nem tudom, 20-30 csomag volt, hogy ki hova viszi. El is vállalták, de volt 2-3 olyan hely, azt mondták, hogy oda ők ki nem mennek. Nem értettem, hogy miért. És hát mit tehet ilyenkor egy plébános, megfogja a csomagot és kiviszi. Aztán megértettem, hogy miért. Én nem hittem volna, hogy létezik olyan nyomorúság, amit ott abban a családban akkor láttam. Megdöbbentett, és emlékszem, hogy volt akkoriban ez az úgynevezett szocpol, amiből házakat építettek. Úgy építették, megkapták a nem tudom hány millió forintot, és úgy építették föl az új házat, hogy a régi háznak a tűzfala beleépült az új háznak a hátsó falába. A gyerekek nagyon élvezték, mert az ablakon kibejártak az új ház nappalia és a régi ház tiszta szobája, vagy nem tudom, hogy nevezzem, között. De hogy azt éreztem, hogy hiába akarunk anyagilag segíteni, anyagiakkal segíteni, nem tudják felhasználni. Nem változott a családnak az élete. És pedig ráköltöttek több millió forintot. És valahogy ez megérintett ez a dolog, hogy tehát nem elég az anyagi segítség, melléállás szükséges. És hogy nincs, aki melléjük álljon. Eszembe jutott a 38 éve Béna története, nincs emberem. Azt mondta a 38 éve Béna Jézusnak, és azt éreztem, hogy mintha a cigányság ezt nekem mondaná, hogy nincs emberem. És mondjuk ez erre válaszképpen következett az, hogy úgy éreztem, hogy jobban el kell köteleznem magamat. Egyébként milyen volt a cigánypasztoráció Magyarországon akkoriban? Tehát egy 20-25 évvel ezelőtt mennyire foglalkoztak a cigánysággal egyházi körökben? Tehát hogyha eleve volt ez a találkozó itt, akkor azért valami biztos, hogy volt már. Persze, hát Magyarország egyébként nemzetközi szinten elég jól áll cigánypasztoráció területén. Tehát mondjuk Spanyolországhoz hasonlóan. Mondhatom azt, hogy kiemelkedő az európai nemzetközi szinten a cigánypasztoráció Magyarországon. Hát Sólya Miklós kezdte el, Sólya Miklós atya Hodászon a 40-es évek elején. Európában lehet, hogy az elsők között volt, aki a cigánysággal elkezdett foglalkozni. És hát fölépült Hodászon az, ami fölépült. Azt hiszem, hogy ezen kívül mondjuk a rendszerváltásig, a 90-es évek elejéig talán még egy hely volt, ahol cigánypasztorációval foglalkoztak. És 90-ben pedig Gombamódra szaporodtak, mert az egyháznak a lényegéhez tartozik a cigánypasztoráció. Nem feltétlenül a cigánypasztoráció, a szegényekkel, a rászorulókkal való foglalkozás. Jézus a leprásokhoz fordult, nem véletlen. Tehát hozzászokunk, hogy az egyház gyönyörű szép templomok, műemlékek, csodálatos egyházi ruhák, énekek, persze ez így van, a hitünknek a kultúrájához ez hozzátartozik, de hitelessé a szegényekkel való foglalkozást tesz bennünket. Az, hogy odafordulunk azokhoz, akiknek nincs embere, és azt hiszem, hogy ez az egyház lényegi küldetésének a része. Tehát evangelizálni akarjuk a világot, akkor hát Ferenc pápa mit mond? Ugyanezt mondja, hogy menjetek oda a perifériákra. És Magyarországon, ahol 10% körülbelül a cigányságnak az aránya, és jelentős 80%-uk mély szegénységben van, talán valamivel javult, most dolgozni kezdtek a cigány emberek, de mindenképpen az itteni evangelizációnak lényegi részét alkotja a cigánysággal való kapcsolat. Nem tehetjük meg, ha hitelesen evangéliumok akarunk lenni, ha Jézus követői akarunk lenni, nem tehetjük meg, hogy nem foglalkozunk a cigánysággal, a rászorulókkal.
Hogy alakult a szolgálat? Mi volt a feladat országos referensként, és mennyiben mondjuk más ez így egyházmegyei szinten? Hogy... Tehát országos referensként azt éreztem fontosnak, hogy a 90-es évektől elkezdődött cigánypasztorációs kezdeményezések találkozzanak egymással. Évente tartottunk konferenciákat, többnyire Egerben, aztán hol itt, hol ott, Mária Besnyőn. Fontos volt, hogy azok a tapasztalatok, amelyek megszülettek az egyes, hát kis falvakban vannak ezek a cigánypasztorációs kezdeményezések nagyon sok esetben, hogy ezek a tapasztalatok, amik ott megszülettek, nem maradjanak ott, hanem kicserélődjenek. Ezáltal megerősítik egymást. Gondoljuk el, hogy aki a cigánypasztorációval foglalkozik, annak elég sok kudarc élménye van. Sok minden nem sikerül. Pénzhiány van, sártaposás, ha szabad így mondani, legalábbis van egy sok öröm is, szépség is van benne, de van egy olyan oldala is a dolognak, hogy sártaposás. És fontosnak éreztem, hogy megerősítsék egymást azáltal, hogy találkoznak, kicserélik a tapasztalataikat. Egy konferencián nyilván van egy továbbképzés jellege is a dolognak, csoportbeszélgetésekben kicserélik a tapasztalatokat. Tehát ha találkoznak egymással, akkor megerősödve térnek haza, és új lendülettel tudják végezni a munkájukat abban a faluban, ahol vannak. A papság mennyire volt szövetséges ebben a feladatban? Tehát, hogy mennyire voltak nyitottak, vagy mennyire nyitottak az atyák a cigányság irányába? Ezekre a kérdésekre azért nehéz válaszolni, mert milyen a mai ifjúság? Hát mondnak egyetemisták, meg nem is tudom, tanulmányi versenynyertesek, meg vannak, akik belzüllenek. Tehát a papságban is nagyon sokféle hozzáállás van. Vannak, akik fontosnak érzik, de mondjuk a 10 faluja esetleg van egy atyának, egy plébánosnak, nem biztos, hogy oda megyek hozzá, hogy tudok még egy nagyon szép feladatot, a cigánypasztorációt, hogy fog lelkesedni fog. Tehát, nyilván... De mondjuk, hogy vannak az egyházmegyékben mindenhol cigánypasztorációs referensek, vagy ez mennyire alakult ki Magyarországon? Referensek vannak, nagyon sokan érzik ennek a fontosságát a papok közül, és hát vannak, akik rossz tapasztalatok miatt elfordultak ettől a területtől. Tehát ilyen, azért mondom, hogy a papság hogy áll hozzá, elég nehéz megmondani, de jöttek többen a cigánypasztorációs konferenciákra is, és voltak olyanok, akik hát nem tudtak részt venni benne, de hogy is mondjam, támogatóan álltak hozzá. És Géza atya ez alatt plébánoskodott is, miközben az országot. És egyébként a hívei, a nem etnikumhoz tartozó hívei, hogy fogadták azt, hogy akkor most egy ilyen hangsúlyt kapott az életem, ha ezt így kérdezhetem. Egy részben plébánoskodtam is ez alatt, aztán később függetlenítve lettem a Váci Egyház megyében a cigánypasztorációra. A cigánypasztorációnak ez egy nagyon fontos kérdése, ez, hogy mit szólnak hozzá a hívek. Tudnélik, ha úgy csinálja az ember, a cigánypasztorációnak két iránya van. Nem csak arról szól, hogy foglalkozunk a cigányokkal, emeljük fel a cigányokat, ugye, ahogy mondani szokták. Tudnélik, ha a cigányokhoz fordulok oda, akkor hát azt mondják a másik oldalról, hogy most már csak a cigányokkal foglalkozik, és mélyítem a szakadékot ezáltal. Tehát ez két irányú, a többségi társadalomnak a tagjait föl kell készíteni arra, hogy fogadóképesek legyenek. Tudnélik, nem a cigánysággal van csupán probléma, nem is a előítéletes többségi társadalom, a kapcsolatbeteg. És a cigánypasztorációnak a lényege éppen ez, hogy a kapcsolatot építsük a cigányok és nem cigányok között. Tanuljuk meg elfogadtatni, hogy a többségi társadalomnak felelőssége van a kisebbség iránt. És hát nyilván a cigányságnak is meg kell tenni a maga lépését azért, hogy egy egészséges, így szoktam mondani, hogy emberhez méltó kapcsolat kösse össze a cigányokat és a nem cigányokat. Testvéreknek teremtett bennünket az Isten. A különbözőség
az lehetőség arra, hogy gazdagítsuk egymást. Ellentétet is lehet formálni belőle, de nincs sok értelme. Tehát két irányú feladat a cigánypasztoráció éppen ezért. De egyébként milyenek voltak a tapasztalatok akkoriban, mondjuk, amikor az indulás volt, amikor még lelkipásztorként is működött? A fogadtatástól a hívek irányából. Igen. Uh-huh. Ha van egy ilyen előkészítés, akkor... Tehát nem véletlenül mondtam ezt, hogy azt mondják, hogy most már a cigányokhoz fordul. Ha van egy előkészítés, akkor a többségi társadalom felé egy fogadókészség erősítés tudatosítja az ember a hívekben azt, hogy hát felelősségünk van irántuk, akkor ez a felelősség felerősödik, és az kezdeti zökkenők utána szépen kisimulnak, és rendbe jönnek, és egy harmonikus kapcsolat jöhet létre. Van ilyen, tehát a Caritas csoport. Sőt, mindegy, hagyd ne mondjak helyet, kimondottan cigány ellenes egy községben, kimondottan cigány ellenes templomba járók voltak. Amikor oda mentem hozzájuk, akkor hát mindent mondtak a cigányokra. Létrehoztunk egy Caritas csoportot, és a cigány ellenes hívek segítették a cigány embereket, mert Caritas csoportként segítették, és utána lehetett érezni, hogy megfordul ez a hangulat, és egy harmonikus, valóban harmonikus kapcsolat épül föl. Eleinte, amikor a gyerekek jöttek a templomba, akkor hát ilyen furcsán néztek rájuk, hogy mit keresnek, nem szoktak ezek ide járni. Utána pedig, és ott csetettek, bottottak a gyerekek, nem ismerték eleinte az első néhány alkalommal a szokásokat, de utána, hogy is mondjam, a nagymamáknak a szeretetével nézték a gyerekeket, és segítették őket abban, hogy tehát formálni, nem elég elfogadni azt, hogy milyen spontán negatív érzelmek kelnek föl bennünk, hanem formálni lehet az embereknek a szemléletét. És hát bocsánat, hát az egyháznak ez a feladata, hogy formálja, meg hát önmagunkat is formáljuk. Én magamról mondhatom, hogy igen, pogány természetem van, és az ember neveli önmagát, formálja magát, és formálja a környezet. A lelkipásztornak a munkája éppen az, hogy formálja a környezetét. Segít az embereknek ahhoz, hogy evangéliumi szemmel nézzék egymást és önmagukat is. Hát Berpüspök úr mindig is kiemelt feladatának tartotta a szociálisan hátrányos helyzetben levőket, tehát hogy ő valószínűleg nem is volt kérdés, hogy így fő tevékenységként a cigánypasztoráció felé fordulhasson. Igen. Mi az, ami többlet volt a Váci egyházmegyében, akár más egyházmegyékhez képest is? Hát Püspök atya 2006-ban függetlenített engem a cigánypasztorációra, és akkor elkezdtünk egy cigánypasztorációs hálózatot felépíteni. Ceferino ház voltunk, ugye a Mária Rádióban is van egy ilyen műsorunk, hogy Ceferino ház. Ennek is Ceferino ház volt a neve, és a Ceferino ház hálózatának a keretében a Ceferino házakat a különböző falvakban létrehoztuk, kaptunk egy ilyen céltámogatást a kormánytól, létrejöttek, felújítottunk, vagy mindenképpen szereztünk olyan helyeket, ahol ilyen művelődési házszerűségek születtek a falvakban. Ott egy-egy főállású cigány, vagy nem cigány munkatárs foglalkozott. Gyerekcsoportot hívtak össze, de nem csak a gyerekcsoporttal való foglalkozás volt a feladatuk, hanem a gyerekek szüleivel, illetve minden érdeklődő számára programokat csináltunk. A gyerekek naponta összejöttek, tanultunk, de hát nem csak tanulás volt, hanem a gyerek, ha azt mondjuk nekik, hogy gyertek, mert tanulni fogunk, nem biztos, hogy rögtön kedvet kap. De ilyen kis közösségi programokat csináltunk, kirándulásokat szerveztünk nekik, kulturális programok voltak. Aztán nem kizárólag a templomba járásra vezető őket, de azok, akik könnyen hajlottak erre, azokat elvittük a szentmisére, voltak, akik szentségekhez járultak, első áldozó lettek,
aztán a szülőkkel kezdtünk el foglalkozni, a szülők számára is programokat csinálni, úgy szépen lépegetett előre. Nem lehet nagyon gyors eredmények, vannak eredmények, de nem lehet nagyon gyors eredményeket. Egy több száz éves szakadék választja el a cigányokat és a nem cigányokat, és nem lehet azt várni, hogy most itt néhány év alatt mi ripszoroz megoldjuk, és nem lesz többet probléma. Ez egy tartós, tehát megbízhatóvá kell válni a cigányok számára is, hogy tudják, megtanulják, érezzék, hogy számíthatnak ránk. És hát a másik oldalon is, a másik oldalt is, a nem cigány oldalt is kezelni kell, ha szabad így mondani, megadni az evangéliumi táplálékot ahhoz, hogy egy harmonikus együttélet lehessen. Én azt szoktam mondani, hogy nem a cigányoknak az érdeke az csupán, hogy harmonikus legyen ez a kapcsolat. Mi érdekünk? Az az emberhez méltó társadalom, ahol ember, normális emberi kapcsolatok jönnek létre. És ha a cigányok és nem cigányok között megengedjük a nem megfelelő kapcsolatot, magunk alatt vágjuk a fát, mert mi sem fogjuk jól érezni magunkat abban a társadalomban. Azok a gyerekek, akik azért ott az eleinte oda jártak, most már felnőttek, azért rajtuk már lehet látni, hogy mi lett volna, ha nem fogják meg akkor a kezüket, és mi lett belőlük? Hát van, aki egyetemista, van szakács, kőműves, neveltünk, van olyan, aki visszajött, és itt most nevelőként foglalkozik az újabb gyerekekkel. Mondjuk az első jel, ami volt, csináltam is egy ilyen grafikont, tehát, hogy korábbi bukott gyerekek nem buktak meg. És nyilván a tovább tanulásnál hát ez sokat számított, hogy ott naponta megcsinálta a házi feladatot, ha valamit nem értett, akkor volt, aki elmagyarázza neki. Tehát a tanulmányi eredményeken le lehetett mérni először, és nyilván hát utána a továbbtanulásban sokat jelentett az, hogy ebben ezeken a foglalkozásokon részt vettek. Egyrészt, másrészt meg, hát gondoljuk el, hogy vannak olyan családok, ahol nincs egy asztal, ahova leteheti a füzetét. Nem tudja megcsinálni a házi feladatot, mert hát oda ül az ágy szélére, vagy mert olyan a környezet, a lakókörnyezete. És itt van lehetőség rá, fűtés van körülötte, a gyerek körül, jó hangulatú társaság, közösség, persze veszekszenek is, ez nem is szokott, de mégis egy olyan emberi környezet van, ahol a gyerek kinyílik, szeretetet kap, programot kap, ingerek érik, tehát a fejlődésére lehetőség van. Tánccsoportot szerveztünk nekik, volt, aki táncot tanított, tornatanár, focit rendezett a fiúknak, tehát különböző programokban vettek részt, és a gyerek így tud fejlődni. Ez nyilván a továbbtanuláson is meglátszott, és mondom, tehát vannak olyanok, akik pesti étteremben szakács például, most valakire gondolok, vagy kőműves például. Volt olyan, aki most az utóbbi években kőműves munkát nálunk végzett, de nálunk kezdte a általános iskolában a tanulást. Ezek különös örömök. Mert hogy kell elképzelni, mennyi ilyen ház alakult ki ezek kis településeken, nagyobb településeken, vagy merre találhatók az egyházmegyetben? Egy öt település van, ahol ez létrejött. Nyilván a gyerekcsoport van a fogás a falun a gyerekcsoport, de a szülők számára is szervezünk programokat, és még tágabb környezetben, nem tudom, zarándokutakat, akkor bárki jöhet a faluból, aztán különböző ilyen felnőtt programok is vannak. Egy ilyen öt településen voltunk jelen.
Ki volt egyáltalán ez a Boldog Ceferino, akiről ezeket elnevezték, ezt az egész hálózatot? A cigányságnak van egy olyan tapasztalata, hogy most ez, tehát egy ilyen kisebbségi érzés sok esetben. Jellemző ez a kisebbségi érzés. Nem tud beilleszkedni a társadalomban sokszor egy cigány ember, és hát magán viseli, a személyiségén viseli ennek a nyomát. Nem érzi magát elég értékesnek. A szakképzettség területén is sok hátrányt szenved a cigányság, ez is az önértékelésére rányomja a bélyegét. Azért óriási jelentőségű, hogy egy írástudatlan spanyol lókereskedőt az egyház oltárra emelt. Boldog Ceferino Jiménez Maya egy lókereskedő volt, aki 50 éves korában rendezte a házasságát, 50 éves kora körül, nem egészen tudjuk pontosan a körülményeket, mert nincsenek írásbeli nyomok nagyon, de és elkezdett, kapcsolatba került egy ügyvéddel, egy jogásszal, és nagyon jó barátságba kerültek. Érdekes volt, hogy az iskola igazgatót is Ceferinónak nevezték, a püspök is Ceferino volt, ez nem tudom, olyan mint a nálunk a Kovács név, és ő is Ceferino Jiménez Maya a neve, és a három Ceferino, mondom, az iskola igazgató, a püspök és a cigánylókereskedő Barbastos utcáin együtt sétálgatott, rózsafűzérezve sokszor. És ez az ember a spanyol polgárháborúban vértanú lett, egy pap védelmében adta az életét, meg hát a hitéért nyilván, mert akkoriban nem kellett sok, éppen egy papot zaklattak az utcán, nyílt utcán, le akarták tartóztatni, és ő közbelépett. És hát akkor elővették őt is, kiforgatták a zsebeit, és bűnjeleket találtak nála. A bűnjel egy lókaparókés volt, és egy rózsafűzér. És ezért rögtön börtönbe zárták, és kivégezték, azt hiszem, két hét után a Barbastrók közelében, barbaszói temető mellett. És mennyire ismertő a cigányság körében, mennyire tekintik példaképként? Hát a 96-ban volt a boldogávatása Rómában, nagyon sok cigány ember összejött Spanyolországból. Egyébként ő Spanyolországban, Barbastro környékén, ott nagyon ismert volt. Volt egy üzlete, ami lókereskedőként nagyon sikeres volt, és utána Barbastroban házat vett, és nagyon sok szegény cigány emberen segített. Egy gyönyörű történet. Apróságnak tűnik, de mutatja, hogy mennyi finomság volt ebben az emberben. Vitt egy asszonynak, akinek nem volt teje, hogy a kisgyerekét tudja etetni, vitt pénzt, odaadta a pénzt, hogy vásároljon tejet, odaadta egy egész hétre valót. És hát a harmadik napon már nem volt a pénzből semmi. És akkor nem állt oda Boldog Ceferino, hogy hát ide figyelj, hát hiába segítek én rajtad, és stb. És mondhatta volna a kioktatást, hanem rájött, hogy ez az asszony nem képes beosztani. És naponta vitt el neki a pénzt, hogy most vegyél egy napra tejet. És naponta lejárt azért, hogy segítsen rajta. Tehát ebben olyan finomság van, annyi tapintat van, olyan, a szeretetnek egy olyan szépsége van, hogy látszik, hogy egy szent emberről volt szó. Eléggé ismert volt a cigány emberek körében. Volt olyan, hogy bejött hozzá valaki, amikor jobban ment neki, bejött valaki kérni, hogy mert ide figyelj, bajban vagyok, segíts rajtam. Azt mondja, menj az istállóba, válassz egy lovat, azt majd, ha tudod, megadod. Tehát egy olyan ember volt, akire a szegény cigányok számíthattak. Egyébként pedig hát, akinek a püspökkel a
az iskola, piarista iskolának az igazgatója volt, az iskola igazgatóval és ezzel az ügyvéddel is kapcsolata van, mutatja, hogy nem csak a cigányságban volt jó kapcsolatképes ember, hanem érdekes, hogy ha valakinek Krisztussal van kapcsolata, annak van, hiába van kulturális különbség közöttük, ez a Krisztussal való kapcsolat közösséget teremt, és volt témája az iskola igazgatóval, meg a püspökkel is, Boldog Szeferinónak. És most egy kicsit térjünk át másik témára, hiszen Géza atya azért nagyon aktív volt a média területén is, hiszen egy időben szóba került már, hogy a Mária Rádió műsor is volt, de nem csak műsor volt végül is a feladata a Mária Rádióban, nem csak egy műsor. Hát a Mária Rádióban volt egy olyan pillanat, illetve a Mária Rádiónak a gondolata az már korábban, még amikor nem működött a Mária, 2006-ban kezdődött el a Mária Rádiónak a magyarországi működése, sugárzása. Akkor nyertek pályázaton frekvenciát, de előtte az előkészítésekben ott voltam, már lelki gyakorlatot tartottunk, meg hogy is mondjam, a Mária Rádiónak a gondolata, meg a cigánypasztoráció az valahogy az első időben együtt mozgott bennem. És aztán jött egy olyan helyzet a Mária Rádióban, hogy segítségnek számított, hogy elvállaljam. Tehát korábban próbáltak engem programigazgatónak hívni, de hát akkoriban azt mondtam, hogy a cigánypasztorációban áll van dolgom, de aztán aludott egy olyan helyzet, hogy segítségnek számított az, hogy elvállaljam, és akkor egy darabig programigazgatója voltam a Mária Rádiónak. Milyen feladatot jelentett ez még pluszban? Az igazság, hogy elég jól kialakult a Mária Rádió, és nyilván egy programigazgatóság az egy teljes embert követel. Tehát én ezt teljes időben nem tudtam csinálni, mert hát ott volt egy másik, szintén teljes embert követelő feladat. Úgyhogy a Mária Rádió eléggé a saját lábán mozgott abban az időben is. Nyilván ott részt vettem a döntésekben, de aktívan, hát kevéssé tudtam bekapcsolódni csak a Mária Rádiónak az irányításában. De elég jól a lábán állt a Mária Rádió, úgyhogy nem volt különösebb probléma. Hát nyilván a műsorigazgatónak a műsorait tartottam, meg a megbeszéléseken ott voltam, de aztán utána vissza kellett mennem a cigánypasztorációba, és azt csináltam. Tehát egy ilyen nagyon megterhelő volt azért ez akkoriban, tehát az embernek az erőit eléggé kivette, és hosszú távon nem is lehetett volna bírni. De azért mégiscsak nagyon fontos misszió. Miért is fontos egy katolikus keresztény rádió, ahogy miért is fontos egy katolikus keresztény tévé, hiszen azért elég hasonló. Igen. A Mária Rádió és az EVTN, vagy a Bonum TV akkor még. Igen. Nyilván egy olyan médiatengerben vagyunk, ahol hát nem a hitünknek az elvei az irányadóak minden médiánál, és szükséges, legyen olyan média, amelyikhez odafordulhatunk. Mária Rádió is óriási missziót teljesít azáltal, hogy imádságban, és nyilván a televízió is, hogy imádságot szolgáltat, elviszi az imádságot, bevizi azoknak a szobájába, akik nem tudnak elmenni a templomba például. Aztán megismerni a világegyháznak a híreit, építi a közösséget, az egységet, szolgálja ezáltal a média, és hát erre óriási szükség van. Ez könnyen összekapcsolódhat akár a cigánypasztorációval is, hiszen akkor erről szólt a műsor is. Így van. Tehát mi volt ebben a fontos, igen, tehát ebben a műsorban az egyéni példáknak a bemutatására helyeződött a hangsúly, vagy mi volt az, ami megjelent itt? Az előbb már elmondtam ezt, hogy a cigánypasztoráció nem csak egy irány, hanem a többséget fölköszíti, és a cigánypasztoráció lényege, hogy
a társadalmat, az egész társadalmat egészségesebbé tegye az emberi kapcsolatok által. A cigányságról elég sok negatív információ van. Vannak negatívumok, ezt kár tagadni, és nincs is értelme tagadni, és nem is kell tagadni, de kevés szó esik a pozitívumokról. Például arról, hogy a cigányságban óriási nyitottság van a hit felé. A legegyszerűbb cigány emberben is, a cigány családban szocializálódott ember, az, hogy is mondjam, természeténél fogva Istenre nyitott. A cigány ember tudja, hogy kihez kell fordulni, amikor bajban van. Tehát például, de aztán kulturális értékek, aztán az emberi testvéri kapcsolatok, a hűségnek az értéke, a családnak, a gyermekszeretetnek, stb. És ezek kevés hangot kapnak általában. A cigányságnak, hogy is mondjam, nem meggyőzni akartam én erről senkit, hanem bemutatni cigány embereket, és a műsor legtöbb esetben erről szólt, hogy odaállítani cigány embereket, hogy lássátok, ez egy cigány ember. És riportot készítettünk, beszélgetések voltak a rádióban, ahol a cigányságnak ez a másik oldala is látszott. Aztán a cigány kultúrának az értékeit bemutatni, olyan diplomás embereket, akik óriási küzdelem által eljutottak, hogy ahhoz, hogy diplomát szerezzenek, mert nagy hátránnyal indultak, és az a diploma, ha szabad így mondani, tehát emberi minőségét illetően értékesebb, mert hátrányból szerezték meg. És ezeket a példákat fölmutatni. Van atomfizikus cigány és ember, papa. Orvos, van pap is. Igen. A világi médiának mennyire sikerült áttörni a falát, úgymond, hogy ezt valahogy így bemutassa, hogy mennyi érték van a cigányságban? A világi médiában, a Kossuth Rádióban vannak ilyen értéket felmutató műsorok, tehát ott is vannak a cigányság, éreztem, hogy hát nem egyházi oldalról közelíti meg, de ezeket az értékeket felmutatja a jelenlét például. De több ilyen műsor is volt, úgyhogy nem hiszem, hogy a világi médiának ez nem a médiának a bűne, a cigányságról alkotott kép, hanem az előítélet, a társadalmi előítélet, ami aztán tükröződik a médiában is. De nem a médiára írnám ezt a bűnt, hanem hát az ember rossz alajló természete, hogy a rosszat az szívesebben mutatja föl, és hát van a társadalomban egy bűnbakképző védekezés is, hogy szeretjük a bajainkra megtalálni a bűnbakot és rámutatni, és a cigányság sokszor ebben a szerepben van. 20-25 év után így visszatekintve érezhető változás az emberek hozzáállásában? Csináltunk ilyet éppen ezért a rádióban, hogy egy műsort az teljesen ilyen telefonálósra fordítani, és emlékszem rá, hogy az első, legalábbis a Mária Rádió hallgatóit illetően először nagyon sok negatív telefon volt, és utána egy-két évvel később csináltunk, és azok a hallgatók, akik hallgatták a műsorainkat, telefonáltak, és sokkal több egészen más hangnemű telefon szólalt meg. Úgyhogy ennek örültem. Egyébként, hogy is mondjam, lassú víz, én abban hiszek, hogy lassú vízpartot most. Tehát én nem hiszek abban, hogy mi most átalakítjuk a társadalmat. Lehet, hogy kicsik vagyunk ahhoz, meg nem is szeretik a társadalmak, hogyha át akarják alakítani őket. De hogyha ha összefogjuk azokat az erőket, amelyek hát az evangélium szellemét tükrözik, olyan emberi kapcsolatokat mutatunk be, olyan személyiséget mutatunk be, amelyek hát a értékeket mutatnak föl, értékeket adnak. Ez hat. Én hiszek abba, hogy ez hat. Jó, ha ki tudjuk mutatni, és örültem, hogy megcsináltuk ezt a műsort, és érzékeltük a különbséget, de ha ez nincs is, akkor is a jónak, a jót fölmutatni, ez az evangelizáció lényege. A,
az értékes, az ember értékét fölmutatni, a szépséget, az Isten szépségét, a világ szépségét fölmutatni, láttatni. Ez a, hát a televíziónak is ez a hivatása gyakorlatilag. Eltelt 50 év, hivatalosan is nyugdíjas lett. Van itt a nagy változás, ugye, ahogy az elején beszéltük, hogy most ez egy új erőt adott, akár egy új meghívást a Jóistentől. Mire készül a következőkben? Vagy vannak-e tervek ilyenkor, vagy várakozik arra, hogy mi lesz a feladat? Én a fokolár lelkiséghez tartozom. Most már nagyon sokat, egy év alatt nagyon sokat épült az egészségem, tehát most már tudok járni, nagyon ijesztően indult, de hát elég kitartó munkával, meg a Jóisten kegyelméből sikerült talpra állni. Nyilván nem fogok focizni most már a gyerekekkel, mint korábban tettem, de tehát úgy gondolom, hogy az életemben tényleg egy új szakasza kezdődik, és itt próbálok a lelkiség számára jobban jelen lenni, több időt, erőt tudok fordítani a fokolár lelkiség megvalósítására egyrészt. Másrészt van egy olyan tervem, hogy jó volna, többen biztatnak arra, hogy írjam meg a tapasztalataimat a cigánypasztorációval kapcsolatban, és gondolom, hogy vannak olyan értékes dolgok, amiket megláttam, meg amiket megéltem, meg amelyeket tapasztaltam. Érdemes volna ezt összefoglalni, leírni, és ezáltal megosztani másokkal. Akkor reméljük, hogy hamarosan olvashatjuk majd ezeket. Hát most már kezdek fölépülni, de elég lassan kezdődik el. De igyekszem, én is remélem, igen. Géza atya, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és egy kicsit megosztotta velünk az életének fontosabb történéseit. És hát sok erőt kívánok itt az új élet kezdetén, és sok kegyelmed. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és köszönöm önöknek is, hogy velünk voltak ma is. Viszontlátásra, dicsértessék a Jézus Krisztus.